nézek, és a nevem Gábornás, Computex 2016-on vagyok, az új Asus Zenfone 3 Ultra-val, ami egy gyönyörű telefon, de egy 6,8 inces kijelzővel elfedülő telefonnak hívnak sok ember, de már egy táblagépnek, vagy egyszerűen egy elég nagy készlét. Gyönyörű filmházban látjuk majd ezt a telefont, egy mat hátsólappal, ahol nem látszanak az új lenyomatot, itt egy hangerőszabályozó van benne, és egy 23 megapixeles kamera, amivel nagyon szép fotókat tudunk majd lőni, egy lézerzenzort is találunk, meg egy dual flash-et, vagyis dupla kis lámpát, hogy majd szebb fotókat tudjunk lőni. Az alján látok egy USB 3.0 USB Type-C dugót, amivel HDMI kimenetet is találunk, kettő hangszóró, egy mikrofon, oldalról van egy kis bekapcs gomb és kettő szimkártyavasó, vagy a másik szimkártyavasó microSD-nek is lehet használni, hogy bővítsük a 64 GB-s belső tárhelyet, és a máskor majd nem találunk semmit. Az egész készlék egy fémházban van bele építve, 7,8 mm vékony, előtt találunk egy új lenyomatolvasót, és persze a sima Android gombok is még itt megtalálhatóak. Az alján 85 pixeles kamera hangszóró, és egy szenzort látom itt az elején, hogyha megnézzük a rendszert önmagát, az új ZenUI 3.0-val, a legújabb Android 6.0-val fut itt az egész, szép gyorsan 4 GB-ral és egy Qualcomm Snapdragon 652-es processzorral. Tényleg a kamerát, akit látjuk, az első kamera 8 megapixellel, itt 85 fokos wide-angle, vagyis széles látókörű kamerával szép fotót tudna majd lőni, vagy akár Full HD videót is, és ha megfordítjuk itt a hátsó kamerára a telefont, akkor a gyors fókusz is látjuk a lézerszenzornak és más szenzoroknak köszönhetően, plusz itt is 4K-ban tudunk majd videót felvenni, hogyha azt szeretnénk. Elvenni, különben elég, ahogy említettem, már gyors a rendszer, de majd részletesebben még bemutatom nektek ezt a telefont, ami Magyarországon majd valószínűleg évvégére ugyanúgy meg fog jelenni, de például a méret egyszerűen összehasonlítva egy sima 5,1 incses Samsung Galaxy S7, ez látható, hogy mennyire nagy ez a kicsi kis telefon. A új Asus Zenfone 3 Ultra, amit itt Computexen 2016-ban bemutattak Tájvánban. Köszönöm, hogy a Tech2-nél, nevem Gábor Ázsi, sziasztok!